felolvasna Maba Entaras. 9. erény, Tatsu, földkristály. Összetevők, figyelem, elismerés, megbecsülés, megengedés. Minőség, bajtársiasság, kapcsolódás. Csakra 9, homlok felső, hátsó alsó fej, 9. dimenzió. 3. DNS mentál. Színe ezüst. Alsó oldal, halvány ezüst a magasabb aspektusa. Elemek, földkristály és éter. Hang, vun. Erény 9. Felolvasna Maba Entaras. Figyelem, elismerés, megbecsülés, megengedés. Egyenlő bajtársiasság és kapcsolódás. Az örök erények gyakorlatunk 9. erényénél tartunk. Dolgozzunk a bajtársiasságon, kapcsolaton. Egyszer volt, hol nem volt. Az angyali emberek tudták, és vigasztaláltak abban, hogy nincsenek egyedül a kozmoszban, és hogy szerető és szeretett részként léteznek hatalmas univerzumon belüli kristályőrző csapatoknak, akik velük együtt alkotják meg a megoldásokat a teremtés bármilyen körülményeire. Ma elszomorít bennünket, amikor érezzük, hogy mind az indigó, mind az angyali emberi tudatosság kollektívája a bolygón van, mert mindkét kollektíva többsége elfelejtette a jelenlegi genetikai mutáció és a kapcsolódó hatások miatt ennek az ősi társulásnak a valóságát, amiben osztozunk, és a félelemmentesség, vigasztalás, halhatatlan támogatás és öröm érzését, amit ezt a tudás egykor nyújtott. Forrás 2005, Ketadron ébredés. Az amnestia már nem kérdés, ahol egy bizonyos ponton, hogy még a Kriszt sem állhat az útjába annak a következmények és energiának, amit magadnak teremtettél, de a megengedés és a szeretet amúgy is a Kriszt természete. Forrás 2007, 12 törzs első kötet. Nem az ő dolguk, hogy megvédjenek minket a saját döntéseiktől. Nagyon jó. Rendben. Közbelépnek, ha tudnak. De nem tarthatod a gyerekedet mostantól az örökkévalóságig bezárva a szekrénybe, hogy biztonságban legyen. Ki kell engedned. Ha hibázik és arcra esik, rosszul érzed magad, és segíteni akarsz, és segítesz is, amikor tudsz. De hagynod kell, hogy a gyerekekben kialakuljon az önállóság és a képesség, hogy olyan döntéseket hozzanak, amelyek hatékonyak. És ezért engedték meg, hogy idáig eljusson. Forrás 1999-10. A fény és az árnyék, illuminátus napirend, spirituális megoldások. A szeretettől mostanában valóban nagyon-nagyon csendben voltam. És amikor bizonyos egyének megpróbálnak, tudod, belekeverni engem e-mailekbe, beszélgetésekbe vagy dolgokba, nem most, ez nem a megfelelő idő. Tudjátok, csak küldjetek nekik szeretetet, de nem kötelességetek most beszélni azzal a személlyel. Nem arról van szó, hogy haragszol rájuk, hanem, hogy ez nem fog segíteni azzal, hogy továbbra is, tudod, egy láthatatlan labdát ütögetsz, és nem jut sehová. Mint a sehová tartó beszélgetések, ahol ez csak az energiádat szívja el, hurokban tart téged, belerángat a pletykalapokba, az ilyesmikbe. Forrás, EFI projekt, EASA, 2012. 5. hó. Tehát, ez egy nagyon egységes út, de ez nem a hamis egység útja, ez az igazi egység útja. Mert a forrás valóban egységes, és ez az az ösvény, amely tiszteletben tartja mindenki evolúciós sorsát és választásait, azok, akik teljes bukást akarnak csinálni, és nem akarnak Krisztbukást, ők úgy használják a szabad akaratukat, ahogy akarják. Nem kérnek tőlünk segítséget, és mi nem próbáljuk megállítani őket. Szóval ez egy nagy szeretett dolog történik, ahol egyre inkább képesek leszünk érezni a kapcsolódás és a szeretet érzését, de másképp fogjuk megtapasztalni magunkat, ahol felismerjük magunkat még inkább, mint ahogyan eddig is,
mint gyógyító erőt. Hogy még ha nem is tudjuk elmagyarázni az elképzeléseinket más embereknek, akkor is olyan mezőket tudunk kijelölni, amelyek lehetővé teszik számunkra a legmagasabb evolúciót, amit elérhetnek. Tehát arról van szó, tudod, egyenlő értékben, de különböző kvantumban és képességekben. Ez olyasmi, mint az embereknél is. Tudod, mindenki szeretett, mindenki ugyanabból a forrásból származik, de mindannyian nagyon különbözőek vagyunk, tudod. Néhányan ebben jók, mások abban, és ugyanez a helyzet a kapukkal és a parancsnoki tanáccsal, az elemi parancsnoki tanácsokkal. Tehát nem arról van szó, hogy egyik jobb, mint a másik. Ez nem egyfajta rangsorolás, csak arról van szó, hogy tiszteletben tartjuk, hogy ki milyen feladatot végez abban a csapatban, amelynek lennünk kellene. Forrás 2011-12. Hó, csúszdák 12 per a Krisztus külsősítése. Első helyre kell helyezned a kapcsolatod magaddal, ha képes leszel az Isten forrással való kapcsolatodat első helyre helyezni. Mert az Isten forrással való kapcsolatodban két ember van. Ez az Isten forrás és te. Tehát, ha Isten forrás teszed első helyre, és utána mindenki mást, tudod, a listán, és elfelejted magad, akkor még mindig csak a felét teszed az Isten forrással való kapcsolatodnak, hogy Isten forrás jön első helyre. Forrás 2012, 5. hó, EFI projekt, a buddhista tanításokból. Az 5. része a szeretetnek. Acknowledgement, elismerés. Azért, hogy olyanok, amilyenek, amire minden lénynek szüksége van. Allowance, engedmény. Megengedni, hogy olyanok legyenek, amilyenek, még akkor is, ha nem értesz vele egyet, vagy ha nem tetszik. Attention, figyelem. A figyelem folyamatos áramlása. A jó kapcsolatokhoz a figyelem folyamatos áramlására van szükség. Tegyük hozzá, ez a mi időnk. Ez a mi időnk. Affection. Szeretetteljes bánásmód. Nagyon fontos a szeretet a szülőktől a gyermekekhez, a felnőtt gyermekektől, a szülőhöz, a párodtól egymáshoz. A szeretet az emberről, az állatokra, a fákra, a fűre, más emberekre, akik nagyon idegesítenek, néhány őrült emberre, akik őrülten viselkednek a bolygón és egymást ölik. Még mindig tarthatod a szeretet szándékát, természetesen megvédve magadat az ágyú tölteléktől, az emberektől, akik a VV játékban elkaptak. Appreciation, megbecsülés. Megbecsülés azért, akik ők, még ha nem is olyanok, amilyennek te tervezted őket, nem te tervezted őket. A szeretettek még egyet hozzáadtak. Acceptance, elfogadás. Fogadd el őket pontosan olyannak, amilyenek. Lásd meg tökéletességét abban, amilyenek, még akkor is, ha annyira nem tökéletes, mint amilyennek szerinted lennie kellene, és ez magadra is vonatkozik. Ez a 6. A minden kapcsolatodnak adnod kell bármilyen formában, ami a kapcsolatoknak megfelelő, beleértve magaddal valót is. Amikor magadat ostorozod, mert túl kövér vagy, túl sovány vagy, túl alacsony vagy ezek a dolgok, azt nem magadért teszed ezeket a dolgokat. Megtagadod magadtól a szeretetet. Nos, ha sikerült elérned ennek a 6-nak a megfelelő szintjét az önmagaddal és a másokkal való kapcsolataidban, az elvezed a 7-hez, ahol mit mondanak a kedvesek, a nagy a nagy extension, a nagy felemelkedés, a 7-es kulcs a szeretethez, az élethez, a függetlenséghez és a szabadsághoz. Forrás 2011, Slider 11. kézikönyv, www.arhayas.com.